A világ legnagyobb szárazföldi emlősei az elefántok, közülük is az afrikai elefánt, amelynél egy bika akár a 7 tonnás súlyt is elérheti. Az eddig mért legnehezebb elefánt azonban 10 tonnát nyomott. Ezeket a hatalmas testeket naponta fajenként 150 kg takarmányjal és 140 liter vízzel táplálják a gondozók. Ázsiai elefántokból három nőstényt, afrikaiból pedig egy tenyés csapatot tart a egy állatpark. Jellegzetes és nagyon látványos az a mozdulat, amikor az ormányok segítségével homokot szórnak a hátukra. Persze ezt sem véletlenül csinálják az állatok folyamatosan wellnesseznek az elefántjaink, hiszen óriási nagy medencéjük van. Naponta többször általában a megadott időpontban szoktak ejtőzni, dagonyázni, nem véletlenül a vizes bőrükre homokot szoktak szórni, hiszen a ráragadt sáréteg a későbbiekben a napsugarak ellen és az élősködők ellen is védi őket. Ráadásul, aki eljön ide hozzánk a Nyíregyházi állatparba, körülbelül fél három és három óra környékén mindig elefánt fűretés is meg tud tekinteni, hiszen a gondozók naponta kényeztetik ezeket a hatalmas állatokat. Az elefántokat szeretik és tisztelik az emberek, ez számos kultúrában megmutatkozik szerte a világon. Most mégis a kihalás szélén állnak. Tájföldön mindössze 2500 vadon élő elefánt maradt. Ez pont annyi egyed, amennyi elefántot 2012-ben Afrikában havonta legyilkoltak. A WWF ezért folyamatosan nyomást gyakorol az országok vezetőire, hogy tegyenek meg mindent az orvadászat és az illegális elefántcsont kereskedelem megfékezéséért.